Sziasztok srácok, folytatódik a Minden Transfer elfogadása sorozatom. A mai epizódban a Dortmund csapatát választottam, és a célunk az volt, hogy megnyerjük a bajnokságot és a BL-t. Ha az I betűre kattintotok, el tudjátok érni a sorozat többi részét, de nézzük is a szabályokat. Minden átigazolást el kell fogadni, kivételt képeznek a kölcsönszerződések, csak a téli átigazolási szezonban lehet játékost igazolni, és a célunk az, hogy egy európai és egy hazai trófeát szerezzünk. Ha tetszik, amit csinálok, dobjatok egy lájkot és egy feliratkozást, mert a legtöbben így nézitek a videóimat, hogy még nem vagytok feliratkozva. Szokásunkhoz híve hívjuk vissza mindenkit a kölcsönből, egyelőre még nem csinálunk csapatot, megnézzük, hogy kiket fognak elvinni tőlünk. Meg is érkezett az első két ajánlat, egyik Mukokóért, aki hát szerintem sokkal többet ér, mint 20 millió, csere ajánlat Emre Canért. Kaptunk még egy ajánlatot, srácok. Durán Wilt akarják elvinni, hát ezt is elfogadjuk. Még egy átigazolás sikerült, és hát igazából ő nem biztos, hogy lett volna a mi kezdőcsapatunkba, talán a cselék közé befért volna. Özkanért is érkezett egy ajánlat, Marius Wolf is kapott egy ajánlatot, amúgy nagyon-nagyon kevés pénzeket ajánlanak fel a játékosainkért cserébe. Özkan elhagyta a csapatunkat, méghozzá a Juventust választotta. Mukoko is elhagyta a csapatot, méghozzá 20,6 millió fontért, hát ez nem egy óriási összeg. És ahogy nézem, a következő játékos is elhagyja, és ő lesz Marius Wolf. És ahogy láthatjátok, itt egy olyan dolog történt, amire abszolút nem tudtam felkészülni. A Milán kifizette Sebastian Haller kivásárlási árát, és így most már az ő játékosa. A Villarreal meg akarja venni Hummelset, 10 millióért oda kell adjuk, és ahogy láthatjátok, Haller már össze is pakolt, és el fogja hagyni a csapatunkat. Hummels is összepakolt, úgyhogy ugyanúgy, mint Haller, elhagyja a csapatunkat. Egy újabb kivásárlást láthattok itt. 74 millió fontot kaptunk igazából, de nem kellett volna a Schlotterbeck is elmenjen a csapatunktól. Manchester City-től 43,7 millió fontot. Szerintem a legjobb játékosainkat már elvitték. Süle fog elmenni a csapatunktól. Adeyemi is kapott egy ajánlatot, méghozzá a Barszától. 43 milliót kapnánk érte. Az ő távozása eléggé rosszul érint, de nincs mit csinálni. Kaptunk egy újabb ajánlatot, méghozzá egy csere ajánlatot. Na srácok, hát egyelőre ez a csapat szörnyen néz ki. Ez a két közép hátvéd, ez valami tökéletes páros lesz szerintem. Na de itt van a szezon első meccse, Sabitzer. Ott a 16-oson belül kipattan a lövés. Bajban vagyunk, a Köln már itt van a 16-osunk szélénél, körbe gurigáznak, és lehet, hogy ebből lassan lövés lesz. Ez nagyon gyenge volt. Málennel hatalmas lehetőség van előttünk. Egy az egyben jöhetünk kapura, Málen léci lőd be, ott is van. Megvan a vezetés. 83. perc és a Köln szöglettel jön. De miért nem vált oda, akivel ki tudnám fejelni? Az nagy baj, srácok, hogy itt vannak még mindig a 16-oson belül. Jó lenne elrúgni innen a labdát, és valahogy sikerül felszabadítani, és az első meccset rögtön a Bundesligában meg tudtuk nyerni. Marco Reusért érkezett egy ajánlat, méghozzá a Bayern Münchentől, hát ő is élt még szemnapokat. Marco Reus el is hagyja a csapatunkat, hát most tényleg úgy vagyunk, hogy max. Egy tartalék játékosunk van. Lejárt az átigazolási időszak, és hát igazából a csapatból egyedül csak Royce-t vitték el, szóval van két tartalék játékosunk, velük kell valahogy a szezon közepéig kihúzzuk, aztán majd veszünk valamit. Viszont kezdődik a BL és a PSG ellen kell megmutassuk azt, hogy van mit keressünk ebben a sorozatban. Már a 16-oson belül vagyunk, jól gurítjuk le, és Brandtnak a lövése beakad. Málen kapja és nagyon jól veszi át. Málen, ott vagyunk már mindjárt a 16-osnál. Ott van Málen, be kell lőni, és megvan a 2-0. És úgy néz ki, hogy ennyi volt a meccs. 2-1-re megvertük a PSG-t. Nézzük a következő bajnokok ligája meccset, amit az AC Milan ellen fogunk játszani, méghozzá hazai pályán. Milan ott a 16-oson belül. És megszerezzük szerintem a labdát. Hát lenne egy kontra, de sajnos ebből már nem jön össze. És a Milan 11-eshez jut, és pont Haller fogja elvégezni. Hát reméljük, hogy mellé fogja lőni. Hát nem. Nagyon kilőtte a pókot a sarokból. Rafael Leão már a 16-oson belül, de meg tudjuk akadályozni a támadást. És lesz belőle egy kontra. Na nézzük, hogy mit tudunk ebből kihozni. Brandt, ha valahogy el tudna menni, és el tud menni, és nem volt les. És nem is Brandt volt, hanem Polman. Na nézzük, mi lesz. Málen. És elrontjuk. Az 59. percben pedig kiegyenlíthetünk. Málen. Málen léci lőd be, és ott a gól. 1-1. Talán az utolsó esélyünk arra, hogy gólt szerezzünk. Szöglettel jöhetünk, Sabitzer.
Bepasszoljuk középre, ott van még, és nem tudom ellenni, pedig megnyomtam a gombot. Hát sajnos ez a meccs egy-egyel zárul, és akkor nézzük a harmadik BL ellenfelünket, méghozzá a Newcastle United-et. Malen egy nagyszerű labdát kap, és rosszul tolom meg, és Trippier visszaér a 64-es pace-szel. Be kellene gurítani középre, ott van Malen, léci, Malen, és ott a gól! Mekkora lövés és mekkora gólt rúgunk. És úgy néz ki, hogy idegenben meg tudtuk verni a Newcastle-t, ami egy 3 pontot ér számunkra. Egy rangadó következik, méghozzá a Bayern München ellen fogunk játszani. Hát most itt nagyon meg kell próbáljuk azt, hogy jó eredményt érjünk el. Az első fél időben rögtön a második percben helyzetünk lesz. Malen a rövidben nem tudjuk belőni, és inkább lepasszoljuk Luke Bakionak, és be tudjuk lőni vele. Egy pillanatig tényleg azt hittem, hogy nem fogjuk tudni. Luke Bakioval megszerezzük a vezetést, és szerintem ez egy óriási lépés a 3 pont felé. És 11-eshez jutunk, srácok, hát ez hihetetlen. 28. percben lőhetünk egy gólt, méghozzá 11-esből. Hát én ezt megpróbálom a bal felsőbe belőni valahogy, és sikerül. Megvan a második gólunk. Luke Bakio kapja vissza, meglehetjük vele a második gólját, és megvan a második gól. 3-0-ra vezetünk most már a Bayern ellen, hát innen nem hiszem, hogy visszajönnek. A Bayern elleni meccsünket 3-0-ra nyertük meg, ami egy elképesztően óriási eredmény. Szerintem ez egy nagyon-nagyon szép kis 3 pont, és ez nagyon-nagyon hasznos lesz a szezon hátralévő részében. Na srácok, itt láthatjátok a tabellát, 10 forduló után 27 pontunk van, van egy vereség és 9 győzelem. Jó esélyünk van arra, hogy megnyerjük a bajnokságot. Itt láthatjátok a BL csoportot, hát igen, a PSG-nek 0 pontja van. A következő BL meccs nagyon-nagyon fontos lesz számunkra, hiszen muszáj lesz nyerni a Milán ellen az utolsó fordulóban, és a Milán 11-eshez jut, anélkül, hogy bármit is csináltunk volna. Haller 11-ese és belövi középre, én meg olyan hülye vagyok, hogy elmozdulok onnan. Polman, be kell lőni, és kapufa, kipattan, és a másodjára lőtt labda bemegy. Ott a lehetőség, Malen kapja a labdát, Malen, és ellőjük a kapus mellett, 2-1. 84. percben beadhatjuk a labdát, Malen eldöntheti a meccset, és mellé lövöm olyan közelről. Szerintem tovább jutottunk a csoportból, és ez egyben azt is jelenti, én a másik meccsre vagyok nagyon kíváncsi, és 2-0-ra megvert a PSG, szóval hogyha kikaptunk volna, vagy mondjuk egy döntetlen lett volna, akkor sem lett volna baj. Az első játékos, akit megpróbálok megszerezni, az nem más, mint Ruben Dias. 120 millióért talán át fog jönni, legalábbis ennyit írt a játék, és úgy néz ki, hogy Ruben Dias sikerült megvenni. Középpályára úgy gondoltam, hogy Luka Modricot fogjuk leigazolni, mert nem fog olyan sokba kerülni. Jobboldali középpályás posztra megpróbálnám megszerezni Diabit, és Diaby is csatlakozik hozzánk. Talán Lucas Hernandezt megpróbálhatjuk megszerezni. És érkeznek is a játékosok. Elsőként Ruben Dias fog bejönni. Mateo Moriért érkezett egy ajánlat, amit el is fogadtam, és Malenért érkezett egy ajánlat méghozzá a Newcastle United-től. Mori el is hagyja a csapatunkat, és Malen is elhagyja a csapatunkat. Mivel Malent megvették, ezért muszáj valamilyen csatárt vegyünk, és arra gondoltam, hogy jó lenne leigazolni Kolomuanit. És Kolomuani érkezik a csapatunkba. Na és srácok, itt van a kezdő csapat, ahogy láthatjátok, hát velük kell majd ezt a szezont megnyerjük. Itt láthatjátok a tabellát, 19 forduló után 7 pont előnyünk van a Lipcséhez képest, és hát nagyon-nagyon le van maradva a Bayern München. Na de akkor nézzük a Porto elleni Bajnokok Ligája meccset, méghozzá az első fordulót. Rögtön az első fél időben mi jutunk helyzethez? Sabitzer, jön a lövés és kipattan! 46. percben mi hozhatjuk a labdát? Kolomuani. Tovább passzoljuk Diabinak. Diaby már a 16-oson belül. Diaby. És nem jó. Hát ha sikerül gólt lőni. Nagyon szép indítás. Kolomuani. Már a 16-os szélén vagyunk. Kolomuani. És a lövése beakad. Megvan a vezetés idegenben. Hát ha tudunk még egy gólt lőni. Reinával elhozzuk a labdát. Jön a beadás. De nincsen senki középen. De ezt nem értem. Hát ott volt Kolomuani és lemaradt. És srácok, ahogy láthatjátok, a második meccset megnyertük 3-0-ra, ami egyben azt is jelenti, hogy 4-0-ás összesítéssel tovább jutottunk. Folytatódik a Bajnokok Ligája, és a Manchester City lesz a következő ellenfelünk. És Grealishnél van a labda, aki már lassan a 16-oson belül van, és lő egy felső kapufát. És Haaland szerintem biztos, hogy be fogja rúgni. Na nézzük, merre lövi.
Hát jó fele vetődtünk, de esélytelen volt. És megszerezzük a labdát, de ez a meccs 1-0-ás vereséggel zárul. 1-0-ás hátrányból fogunk nekivágni a visszavágónak, hát beadhatnánk a labdát, csak nem tudom, hogy kinek. Jó a labda? Jó a labda, és Kolomuani góra váltja, megvan az 1-1. Na hát most már kezdődhet újra a párharc. Mi is kapunk egy 11-est, ezt viszont ha belőjük, akkor nagyon nagy az esélye annak, hogy tovább jutunk. Nézzük, bal felső sarok. És bent van, 2-1, hihetetlen. Még mindig tudja hozni és lefutja a védőjét, Diaby. Csak Kolomuani nem fog beérni, de inkább visszapasszolom neki. Az még jó, Sabitzer. És meglőjük a harmadik gólunkat. 3-1, hát Sabitzer eldönti a meccset. Innen nem fog visszajönni a City. És így is van, ezt a meccset megnyertük 3-0-ra, és összesítésbe pedig 3-1-re nyertünk. A BL elődöntőt a Barcelona ellen fogjuk játszani, hát én arra gondoltam, hogy az első meccset szimuláljuk le, és az első meccset 2-1-re nyertük meg úgy, hogy a Barca vezetett, és akkor kezdődhet a Barcelona elleni BL elődöntő visszavágó mérkőzése. Hát jó a szöglet, Reina. Tekerjük el, és ott a gól! Hihetetlen megszerezzük a vezetést. Én, srácok, több helyzet már nem volt ezen a meccsen, és ott vagyunk a BL döntőben. Itt láthatjátok a tabellát, egyetlen egy meccs van hátra még ebből a szezonból, és hát a Darmstadt ellen, ha nyerünk, akkor meg lesz a bajnoki címünk, hiszen egy pont különbség van köztem és a Lipcse között. Az jó. Diaby. Jézusom, na ezt nem gondolta volna, hogy ez pont ebből fog bemenni. Kolomuaninak óriási labda, Kolomuani, és megvan a második gólunk. Na hát innen nem jön vissza a Darmstadt. Már a Darmstadtnál van a labda, és 11-essel fognak jönni. Nézzük a Darmstadt 11-esét, hát nem tudom ezt, hogy dobta be nekik a gép, de oké. Modric óriási labdája Kolomuaninak. Kolomuani. Meg lehet a harmadik gólunk, és meg is van a harmadik gól. Ezt be kell, hogy fejezzük, Kolomuani. És ott van a gól. Megvan a negyedik gólunk. Én, srácok, megnyertük a bajnokságot, szóval egy trófea, az már tökéletesen biztos. És akkor kezdődjön a BL döntő, a szezon egyik legfontosabb meccse. A Manchester United ellen fogunk megküzdeni azért, hogy megnyerjük a bajnokok ligáját. Az előbb nagyon sokat gondolkodtam a labdával, és ez sajnos arra vezetett, hogy nem tudtunk belőni semmit, és megvan a gó, hát el se hiszem, esküszöm. Nem kell túl sokat várni, és a United jöhet támadással, Morata és Antoninál van már a labda, de elvesszük a labdát, nagyon jó. És a United szólóban jöhet a 82. percben, és sőt, szerintem lesz segítsége Moratának, mert jön Antoni, így is van. Antoni, és az olyan lövés volt, hogy majdnem kimegy szögletre. Sőt, majdnem bedobásra. Rashford. Bepasszolja középre. Amrabat. Visszakapja Rashford. És ebből már nem lesz semmi. Kolomuani viheti egyedül. Rajta van a védő, de nem éri utol. Kolomuani. És ott volt a helyzet, de nem tudtuk kihasználni. Hát, srácok, annak ellenére, hogy nem sikerült az utolsó helyzetet belőni, megnyertük a bajnokok ligáját. Köszi szépen, hogy végignéztétek, ha tetszett, amit láttatok, akkor dobjatok egy lájkot és egy feliratkozást. Legközelebb találkozunk, én Lehe voltam, és sziasztok!